köszöntöm a kedves nézőinket, mint ahogy azt már megszokhatták, napról napra, hétről hétre érdekes embereket, izgalmas történeteket mutatunk be. Ma sem lesz ez másképp, egy érdekes művészeti ágat járunk majd körbe. Itt van velem a stúdióban Horváth Benedek és Varga Márfi Milán. Már nagyon régóta graffitisztek, beszélgessünk egy kicsit erről, hogy tulajdonképpen hol kezdődött ez az egész. Hogyha jól tudom, hárman lennétek egy csoport. De tulajdonképpen csak ketten jöttetek most el ide hozzánk. Igen, mi hárman a Colorize falfestő csoportot képviseljük, így Székesfehérváron. Tűzfalak, szürke ház falak színesítésével foglalkozunk. A harmadik csapattársunk, Fábián Attila, ő sajnos most nem tudott eljönni. 2014-ben alakultunk a Hotel Platán graffiti versenye után, és utána kaptunk egy tűzfalat a hoteltől, hogy azt kiszínezzük. Ez igazából nagy sikert aratott a városban. Polgármester úr is meghívott magához, és utána jött az ötlet, hogy alakítsunk egy ilyen csoportot. Régóta ismertétek már egymást egyébként, vagy ez a művészet hozott össze titeket? Ismertük is egymást, de igazából ez a része hozott össze minket. Honnan jött egyébként a művészet szeretete? Tehát azért ehhez kell egyfajta indítatás, kézügyesség. Hát igazából szerintem mindenkiben benne van ez az alkotásvágy, mert ugye gyerekkora óta, hogy így rajzolgat, csinál ezt, azt, amazt. Viszont ez tényleg egy olyan művészeti ág, amiben mindenki szereti kipróbálni magát, vagy szeretné kipróbálni magát, mert tényleg ad egy olyan különleges érzést ez a festékszóró, meg a házfalak, hogy mégse egy papír és egy ceruza, de így nagyon összekombinálva vannak benne a dolgok. Tehát, hogy rajzolni is megtanítja az embert, meg mindenféle más dologra is. És hogyha jól tudom, nálatok ez egy családi vonás? Nálunk például igen, mert ilyen édesanyám is fest bár olajjal, de nekem így ez a vonal lett az, ami elkezdett. Meg szerencsére mióta már így hárman együtt dolgozunk, nagyon sok ilyen megbízásom vagy ötleten, azóta egyre többet tudok tanulni a többiektől is, meg szerintem így egymást is kicsit húzzuk, hogy folyamatosan új látásmódokat keresünk egymással együtt, és hasonlók. Te mikor kezdted? Én gyerekkorom óta igazából szerettem a képregényeket, és ezek indítottak el ezen a pályán, úgymond. Utána elkezdtem tervező grafikát tanulni, és az pedig még jobban segítette, hogy a graffitit, amit csinálok, még egy magasabb szinten tudjam űzni. Hogyha jól tudom, akkor fontos nektek a közösségvállalás, tehát jótékonykodtatok is már. Igen, ez így volt. Ez például az előző hetekben festettünk egyet itt Fehérváron az Ökumenikus Szervezet egyik pályázatára, ami még, ha jól tudom, a Magyar Király Hotel előtt még megtekinthető. Aztán utána majd ezt is fogják máshol is látni, de nekünk ez tényleg nagyon fontos, hogy kiálljunk olyan dolgok mellett is, amik tényleg jó dolgokat és jó célokat szolgálnak, mert ahogy én például észrevettem, nagyon sok helyen erre figyelnek fel például az emberek. Tehát van egy olyan rétege a társadalomnak, akik jobban megnézik az ilyen színes falakon lévő üzeneteket, mint például egy szórólapon vagy egy plakáton feltüntetett dolgot. Beszéljünk egy kicsit a graffitiről, hogy tulajdonképpen a történetéről, hogy honnan indult ez a művészet, mit kell róla tudni, mi az, amit az emberek például rosszul gondolnak, mert ugye nagyon sokan úgy vannak vele, hogy hú, ez egy tiltott dolog. Mi a helyzet a graffitivel? Én mondom. Igazából ezt, amennyit én tudok róla, az úgy volt, hogy ez Amerikában, New Yorkból indult el, hogy egy srác elkezdte írni a nevét a falakra, és akkor ez ugye sok mindenkinek megtetszett, és akkor innen valahogy így elkezdte kinőni magát, tehát egyre többen foglalkoztak vele, meg hasonló, de szerintem, amit ugye tényleg sokan rossznak gondolnak, hogy ma már nagyon sokan vannak olyanok, akik tényleg, hogy ahogy festékhez vagy alkoholos filchez jutnak, elkezdik ezt csinálni, és akkor a buszokra írják rá a nevüket, meg ilyesmi helyekre, és ez átalakult szerintem egy olyan sztereotípiává, ami úgy van vele, hogy minden graffiti is egy vandál, és nem lehet ennek művészi oldala. De szerencsére kezd itt Magyarországon és például Fehérváron is egyre jobban elterjedni az, hogy ennek a művészi oldalát értékelik, és adnak lehetőséget és felületet arra, hogy,
hogy ezt az emberek gyakorolhassák és színesíthessenek. Például hol tudtak gyakorolni? Sajnos Fehérváron nincsen 100%-os legálfal. Szeretnénk majd ezt is az önkormányzattól kérni, valamint a városban élő embereknek, hogyha találunk egy házfalat, azt kikérni tőle. Például ezen a képen a Munkácsi utcában sikerült egy ilyet kikérnünk. Ezt is szívesen odaadt, egy öreg hölgy volt, és a járókelőknek is tetszett, pozitív volt. De ezzel a legálfalakkal vissza lehetne kicsit szorítani az illegális graffitit, és biztosíthatnánk egy utánpótlást is a városnak, kicsit ezt a kultúrát továbbvinni, vagy pedig megmutatni a fiataloknak egy biztos alapot, aminen indulhatnak. Ahogyan mi is láttuk itt a városban a rajzokat, mi is sok inspirációt kaptunk ezáltal, és ezt szeretnénk mi is továbbadni a következő generációnak. Nem is hallottam még ezt a fogalmat, úgymond, hogy legálfal. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy számotokra, tehát kifejezetten a graffitisek számára kijelölnek egy felületet, amivel azt csináltok, amit akartok. Igen, lényegében erről van szó. És Budapesten van egy-két ilyen fal, például a Filatorigát, vagy a Kaszásdülő. Ez nagyobb forgalmú helyen van, tehát a Hév megállóban. És tényleg bárki oda mehet, és nyugodtan festhet. Nem zavarják, nem viszik el a rendőrök, nem bírságolják meg. Úgyhogy ez egy szerencsésebb dolog. És ez hogy működik? Tehát aki kapja marja azért, vagy át lehet festeni egymás művét? Ez hát hogyan itt működik? Itt is vannak azért íratlan szabályok, tehát hogy nem festünk bele mindenbe minden dolgot, de tulajdonképpen ez a lényege, hogy ugye oda bárki kimehet, és ott festhet valami szépet, valami jót. Nektek, mint csapat, vannak-e kedvenc témáitok, motívumok, amit úgy szívesebben festetek? Én szeretem az ilyen betűs dolgokat. Szeretem összekötni a graffitit így a tipográfiával, esetleg így a kaligráfiával, és ezt így csavargatni, bonyolítani. Egyébként az ilyen festőibb dolog is érdekel így a graffitiben, tehát nem csak festékszóróval dolgozni, hanem ecsettel, hengerekkel, és így különböző felületekkel játszani, színekkel, színkombinációkkal. Nekem leginkább az ilyen stilizált dolgok tetszenek, tehát amikor valami adott motívumot átalakíthatok a saját nézőpontomra, és ebből egy ilyen letisztultabb dolgot, amikor alkotok, én azokkal vagyok legjobban megbarátkozva. De hát még viszonylag az elején vagyok ahhoz képest, ahová el szeretnék jutni, úgyhogy szerintem még nagyon sok minden van, amit lehet tanulni. És szerencsére a Bencéknek is vannak olyan dolgok, amik nagyon jól mennek már, és tudom tőlük átvenni, vagy tanulni, hogy tényleg mit, hogyan. Hogyan kell elképzelni azt, amikor ti nekiálltok egy falnak, egy nagyobb felületnek? Tehát, hogy először megnézitek a felületét, elkezdtek tervezgetni, vagy így egyből nekiestek? Ez hogy működik? Ez sokszor az szokott lenni, ugye, hogy ki szoktunk menni, meg szoktuk nézni a helyszínt, hogy milyen a fal, milyenek az egyéb adottságok, tehát hogy a fal minősége, a környezet, hogy mik vannak. Ha például olyan megrendelő, mint például ahogy a városnak festettünk, vagy hasonlók, vagy most amit az amerikai foci pályához fogunk, ott is egyeztetni szoktunk, hogy mi az, amit elképzelnek esetleg színvilágban, vagy formák gyanánt, hogy milyen adott dolgokat adnak meg, és akkor az alapján szoktunk együtt ötletelni. És aztán, amikor kiválasztunk egy olyan vonalat, ami tetszik, akkor kezdünk el vázlatolni, majd a kész vázlatok alapján megyünk ki, és előre megtervezve hajtjuk végre az akciót. És megvan, hogy ki melyik darabot, részletet festi, kinek melyik a kedvenc, ezt hogyan osztjátok fel magatok között? Valakinek jobban mennek a karakterek, valaki ugye a betűkkel van nagyobb barátságban, így felosztjuk egymás között, nem szokott vita lenni rajta általában. Például itt az amerikai foci pályánál is elég nagy felület van, szóval testvériesen szét tudjuk osztani. Milyenek a visszajelzések egyébként? Mennyire tetszik ez a műfaj az embereknek? Mennyire fogadják be? Szerencsére eddig szinte csak pozitív
visszajelzést kaptunk, akár a helyszínen, amikor festettük ezeket a dolgokat, oda jöttek, megkérdezték, hogy miért csináljuk, hogy csináljuk, beszélgettek velünk, és akkor is nagyon jókat mondtak, meg utána is, amikor lehozták a médiumok esetleg ezeket a dolgokat, akkor is ott a kommentekből és hasonló dolgokból azt vettük le, hogy az embereknek ez tényleg tetszik, és úgymond szükségük is van rá, hogy lássanak ilyen fajta művészetet is. Beszéljünk egy kicsit ezekről a képekről, amit hoztatok, mert látom, hogy nagyon sok fajta mű van. Melyik volt például ezek közül a kedvenc? Mindegyik kedvenc valamiért, akár egy kis ilyen emlék képként is lehetne Meg őket. Tudjuk közben mutatni fogalmazni. Őket? Persze. Ugye ez volt az első nagyobb festésünk. Ez a Hotel Platánnak készült. A tűzfal. Utána készítettünk az Új Nemzedéknek egy ilyen közösségi teret festettünk ki. Utána az Agárdi önkormányzattal együttműködve a Napsugár strandon is csináltunk egy nagyobb festést. Ennek a falnak a másik fele, ez a hosszú paintball pályás fal. És 50 méter hosszú, több mint 50 méter hosszú volt a fal, és 5 méter magas. Ugye ez az egyik oldala, ez a narancssárga pedig a partra nézett. Ezt aztán a Halesz Parkban is festettük a betonfalat, mindkét felét. Mennyi ideig tart ezeket elkészíteni? Ezek változó idők szoktak lenni. Többnyire a vázlatolással szokott ugye viszonylag elmenni idő, mire tényleg kitaláljuk az ötletet, meg minden, és aztán utána több tényezőtől függően. Például Halesz Parkban ezt a falat sikerült egy nap alatt befejezni. Viszont az ilyen nagyobb falaknál, mint például az agárdi dolgokat, azért voltak időigényes munkálatok. Tehát és ugye nem simák ezek a falak, tehát hogy tényleg mindegyik más. Mennyivel nehezebb ez, mint például a vázlatot lerajzolni papírra? Hát igazából vannak könnyebbségek is, és nehezebb dolgok is. Például, amit nehézségnek mondhatunk, a platánnál, a hotelnál a fal, ott legalább egy olyan 9-10 méter magas volt, tehát ott például az volt a nehézség, hogy ugye az állványról kellett dolgozni, akkor ott nem lehet mindent elérni, odébb kell mozgatni ezeket, le kell mászni ugye messzire, hogy megnézhessük újra és hasonlók, viszont ahogy így alakul folyamatosan a rajz, sokszor a falon jobban néz ki attól, hogy ugye monumentális, tehát nagyobb az egész rajz, meg a színátmeneteket sokkal szebben meg lehet csinálni, mint például papíron. Tehát azért vannak különböző tényezők, amik hol hátráltatják, hol pedig az előnyünkre válnak ilyenkor. Meddig szeretnétek eljutni egyébként? Mit szeretnétek? Hát szeretnénk minél több falat befesteni, akár országos szinten is, de szívesen festenénk akár nemzetközileg is. Akár vannak ilyen nagyobb versenyek, körülbelül minden országban, ahol ezzel foglalkoznak, és több napon keresztül csak festenek, mellette koncerteket is szerveznek, szóval eléggé összetett. Nincs nagyon felső határa, ameddig ezt el lehet vinni. Mindig vannak újabb és újabb szintek, amiket meglépnek, és szeretnénk is minél tovább fejlődni. Voltatok-e már ilyen versenyen? Én még nem voltam, de nem volna rossz. Én voltam Budapesten az állatkertben, szerveztek a víz világnapjára egy ilyen kisebb verseny, szóval nem volt akkora nagy dolog, de azért ott is lehetett ellesni dolgokat a profiktól. Úgyhogy mindenképpen izgalmas volt. És úgy veszem észre, hogy mindenkinek megvan a saját kedvenc témája, és a saját stílusa is. De hogy így lesitek a többieket, próbáljátok bevonni a saját kis stílusotokba azt, amit például mástól láttok? És így fejlődtök? Hát vannak olyan dolgok, például annak kezelés szempontjából, hogy, tehát, hogy a festéket annyiféle módon lehet felvinni a falra, hogy abból lehet ellesni dolgokat, meg esetleg azt, hogy mások hogyan oldják meg ugyanazokat a problémákat vizuálisan, mint amit mi szeretnénk.
ilyesmik vannak, amiket ilyenkor el lehet lesni, és szerintem például ami nagyon, nagyon érdekes tud lenni. És ugye nem csak festékszóróval dolgoztok, igen, ezek igen. Szerint? Hát ezen kívül ecsettel szoktunk, ugye még meg hengerekkel. Van, hogy az ujjunkat is használjuk. Elkenni ezt, azt, azt. Szóval széles a paletta. Tehát éppen ami jön. Igen. Amit elgondoltok, ami megtetszik, azt akkor ott meg is valósítjátok. Igen, nem muszáj ezt keretek közé szorítani. Szerintem jó, hogyha kicsit ilyen spontanitás is benne van. Mert hogyha mindig előre megtervezünk mindent, akkor lehet, hogy egy csomó lehetőségtől elesünk, ami a pillanatban jön. Tehát a pillanatnyi gondolatokat azért felhasználjuk a festés közben. Egyébként hogy kell elképzelni ezt a graffitit, mint művészeti ágat? Tehát mennyien foglalkoznak ezzel? Mert gondolom sokkal többen, mint mi gondolnánk. Tehát hol tart most tulajdonképpen a graffitizés? Jelenleg is még szubkultúrának lehet mondani, tehát 1-2 ezer ember foglalkozhat vele itthon, kb. 20 éve van jelen az országban. Ugye Budapesten többen foglalkoznak vele, ott van több bolt is, tehát legálfalak is, szóval nagyobb a lehetőség fejlődni, de körülbelül minden nagyvárosban vannak emberek, akik ezzel foglalkoznak, hogy érdekli őket. De mi is szeretnénk népszerűsíteni ezt a dolgot, mert tényleg egy jó önkifejezési forma. És ti hogy vettétek észre egyébként az elmúlt időben mennyire, tehát az emberek mennyire lettek befogadóbbak? Hát itt Fehérváron szerintem nyitottabbak lettek, mióta több ilyen köztéren megvalósult alkotásunk van. Nekünk például, mert tényleg így voltak, hogy egyéb magánszemélyek is kerestek meg minket dekorálással és hasonlókkal, tehát ahogy meglátják ezt, az emberek elkezdenek gondolkozni rajta, hogy tényleg ez nem biztos, hogy csak egy falfirka lehet, és mindenkinek vannak ötletei, amiket szívesen megvalósítani, és mondjuk szívesen látna a szobája falán, vagy a kerítésen, vagy bárhol. Te hogy látod? Jó, én is hasonlóan. Szerintem terjed ez a dolog, és az emberek rájönnek, hogy tényleg nem csak rongálás, hanem hozzá tud tenni a városhoz, és a hétköznapi életet egy kicsit feldobja. Vannak-e itt Fehérváron olyan falak, amit már így kiszemeltetek magatoknak, de egyelőre még nem szabad hozzá nyúlni? Mindig is voltak és lesznek is ilyen falak, mert tényleg meg lehet találni olyanokat, amikre nagyon ráférne, és vannak olyanok is, amikre viszont nem férne rá annyira, de nagyon szép helyen vannak és nagyon jó falak. És várják ezeket az alkotásokat. Egyébként mindig odafigyeltek arra, hogy így a környezethez is passzoljon, tehát hogy ne legyen túl feltűnő, de mégis oda, hogyan működik ez egyébként tényleg? Igen, figyelembe vesszük így a környezet adottságait, a színeket, és ez alapján tervezzük meg a képet. Valamint, tényleg, hogyha megrendelésről van szó, akkor a megrendelő igényeivel is összevetjük színeket és a formákat, az egész tervet úgy igazítjuk. Hát például a Halász Parkban ugye ez a természetközeli dolog van, tehát hogy a madár meg a kisfiú az erdőben, ezek is így benne vannak a történetben. Például az Entronersnek, amit csinálunk, az amerikai focis dolog, ott a csapat színeit használtuk fel, és ugye egyértelműen a sportágnak a motivumai jelennek benne meg, és így tovább. Így megrendelések szintjén mennyire vagytok elfoglaltak egyébként? Mennyire keresnek titeket? Elfoglaltak vagyunk azért. Nem csak ilyen graffitis megrendelés terén, hanem foglalkozunk mindketten grafikai dolgokkal is. Én az Árpád fürdőnek vagyok a grafikusa. És azért mindig jön egy kis megrendelés. Ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni. Táblákat, molinókat, reklámanyagokat. Úgyhogy szerencsére mindig van valami, amivel lehet foglalkozni. Viszont annyira ugye sose vagyunk elfoglaltak, hogy esetleg most például a kedves nézőkben, hogyha feltámad valami ilyesmi,
dolog, akkor szívesen állunk a rendelkezésükre, akár. És te egyébként mivel foglalkozol a grafitin kívül? Nekünk egy családi vállalkozáson belül van egy nyomdánk, ahol sokszor beszoktam járni, szoktam nézni dolgokat, és ide van, hogy így grafikus munkákba belesegítek, vagy én is ilyen magánszemélyeknek szoktam névjegykártyákat, logókat, prospektusokat, mindenféléket, és egyre szerencsére több mindent csinálgatni, és ez így szerintem nagyon jó is, mert így átjárni a stílusok között, a manuális és a gépi dolgok között is, és tényleg jól le tudja kötni az embert, meg változatos szakma nagyon. Igen, néha jó egy kis változatosság, hogy a szobából kimozdulni, egy kicsit a szabadba festeni, felszabadító. Meddig lehet ezt csinálni egyébként, ezt a grafitizést? Tehát ezt teljesen kortalan, ti tervezitek, hogy ezzel még nagyon sokáig szeretnétek foglalkozni? Mindenki. Szerintem, hogyha valaki mondjuk most elkezdi, nem tudom, én régebben ugye nem kezdtem el már, mint egy fiatal koromban, de szerintem tuti lesz olyan, hogy idősebb koromban is eszembe jut, hogyha akár már 60-70 éves leszek, hogy hú, de jó lenne egyet festeni, és szerintem ez teljesen átível ilyen dolgokon. Igen, akik így a 70-es évek végén elkezdték ezt csinálni, akár 10-12 évesen, még van, aki mindig csinálja, de ugye nem az utcákon, vagy a metró aluljárókban, hanem inkább már átment galériákba, vásznakra. De nincsen korhoz kötve, szerintem. Abszolút. Mennyire összetartó egyébként ez a graffitis társadalom? Hát erről én annyira nem tudok nyilatkozni, mert én nem vagyok annyira így a társadalomban, de például a saját csapatunkról, hogyha példaként kellene beszélni, akkor szerintem nagyon, nagyon jó, mert összetartóak vagyunk, mi például hárman, és tényleg segítjük is egymást, esetleg mások is, amikor valakinek kérdése van, vagy ilyesmi, akkor nekik is szoktunk segíteni, úgyhogy... Szerintem régen azért összetartó volt, nyilván azért is, mert kevesebb ember csinálta, valamint amikor az internet bejött a képbe, akkor egy picit személytelenebb lett az egész, mert átment a kultúra egy picit olyan irányba, hogy elég csak feltenni a fotót, amit csináltam, és nem annyira a mennyiségről van szó, hanem hogy ki mennyire tudja magát elterjeszteni az interneten. Szóval egy kicsit csalóka lett ez a dolog. De előnye az internetnek, hogy könnyebb felvenni a kapcsolatot graffitisekkel egymás között, vagy akár mi is ugye könnyebben tudunk így kapcsolatot építeni más országokkal, vagy más városokbeli firkászokkal, vagy művészekkel. Vannak kialakulóban egyébként ilyen kapcsolatok? Igen, Budapesten vannak barátaink, valamint Egerben is. Most úgy néz ki, hogy kezd valami kialakulni. És szeretnénk minél több városba így eljutni, és falakat festeni. Erről is van szó egyébként, hogy majd így összeálltok ilyen nagyobb bandába, és akkor eljártok ide-oda festeni? Tehát, hogy más bandákkal így néha találkoztok, akkor elmentek másfelé? Igen, szerintem benne van. De igazából ez egy baráti társaság, szóval baráti kör szokott így együtt elmenni festeni, de szerintem nincsen kizárva. Tehát akkor nem a festésről lesz szó tulajdonképpen, hanem inkább megmutatjátok egymásnak a saját műveiteket, és akkor arról lesz szó. Általában ez, igen, erről szól. Egyébként milyen díjakat lehet nyerni a graffitikkel? Tehát most már ugye mondtátok, hogy vannak elég komoly versenyek. Ez hogyan működik? Hát ezt igazából versenye válogatja. Tehát például a Platán Hotelben ott pénzdíjas volt a verseny, és akkor ott ők döntötték el, hogy kinek adják. A nagyobb versenyeken ott is mindig van valaki, aki ezt elbírálja, és akkor a versenyben általában ki szokták írni előre, hogy festékeket lehet nyerni, vagy pénzjutalom, egyéb reklámajándék, tehát ez ugyanolyan, mint egy bármilyen másik verseny. És ez cél, hogy egyébként minél több versenyen tudjatok majd részt venni? Nem feltétlenül cél. Vagy mi inkább a minőségre helyezzük a hangsúlyt, és utána pedig ez magával fogja hozni remélhetőleg az elismerést, akár anyagi, akár szellemi.
úgyhogy szeretnénk minél jobb rajzokat készíteni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és megosztottátok mindezt a nézőkkel is, és velem is. Remélem, önök számára is nagyon érdekes volt az elmúlt 25 perc, és nagyon sok érdekességet megtudhattak a graffitizésről. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!